Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. A dombóvári képviselőtestület legutóbbi ülésén két alpolgármestert választott. Németh Tímea lett a társadalmi alpolgármester, Kerényi Zsolt pedig külsős alpolgármesterként segíti Pintér Szilárd munkáját elsősorban humán ügyekben. Ő korábban is töltött már be hasonló pozíciót. Kétszer voltam alpolgármester, mind a kétszer olyan helyzetben, hogy a többségben lévő tömörülésnek a képviselője voltam, viszont a polgármester a másik oldalon állt. Tehát egyfajta ilyen ütköző pontnak kellett lenni. Ez egy borzasztó nehéz feladat volt, és igazából azt is kell mondani, hogy logikátlan, hiszen teljesen más elképzeléseket képviseltem, mint az akkori polgármesterek. Úgyhogy mind a kettő lemondással végződött, mert nem tudtam megoldani ezeket a kérdéseket. Ez merőben más ez a helyzet. Egyrészt azért, mert teljesen a saját frakciómmal vagyok, és a polgármester is ezen az oldalon van, illetve a polgármestert is az oldal adja. A másik, hogy ez a külsős alpolgármesterség, ez egy más pozíció. Ugye itt a döntéshozatalban tulajdonképpen a külsős alpolgármester nem vesz részt, tehát nincs szavazati joga. Igazából csak a érdemi munkában azt kell mondani. A humán szféra fog hozzám tartozni. Pedagógus lévén azt gondolom, hogy legközelebb mégiscsak az oktatás áll hozzám közel. Ugye ennek egy kis szelete, ami önkormányzati fenntartású, mármint az intézményeknek, a bölcsőde és óvodák. Ezen kívül a szociális intézmények, de ez is átalakulóban van, hiszen most két intézmény is az egyházi átadás sorsára jut. És hát minden egyéb, ami ide tartozik, azzal fogok foglalkozni. A pedagógus végzettségű szakember a szakképzés átalakítását látja a legégető feladatnak, célja pedig nem más, mint a fiatalok helyben tartása. Nagy baj az, hogy Dombóvár nem tudja a fiatalokat megtartani. Ezen segíthetne az, hogyha valamiféle olyan továbbtanulási lehetőség lenne itt, amit esetleg majd ebben a változásban biztosítani lehet. Ha nem is egyetemi kampusz, vagy ilyesmi, de ahhoz valami hasonló jellegű dolgot. A testületi ülésen a korábbi három helyett két bizottságot hoztak létre, és tagjaik száma 6 főre bővült. A humán bizottság elnökének Horváth Józsefnét, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének pedig Gyarmatiné Kis Évát választották meg a képviselők, a civil tanácsnok pedig Tóth Zoltán lett. A viszonylag konstruktív ülésen vagyunk túl, hiszen egy órán belül 15 napi rendi pontot tudtunk tárgyalni. Számomra nagyon fontos volt, hogy azokat a személyeket, akiket én alpolgármesternek jelöltem, dr. Németh Tímeát és Kerényi Zsoltot együttetően támogatta a képviselőtestület. Bizottságok esetében is, miután az SZMSZ felülvizsgáltuk, nem tartottam mindokoltnak két bizottságnál több bizottság létrehozását, hiszen pénzügyi, gazdaság és humán bizottság kellő mértékben tudja előkészíteni azokat az anyagokat, amelyekről a képviselőtestületnek majd dönteni kell. A bizottságok tekintetében eddig 4 fős bizottságok voltak, hogy javasoltam a szélesebb körű kontroll lehetőségének felül megvizsgálását, és ebből adódóan 6 tagúvá váltak ezek a bizottságok. Azt gondolom, hogy az a gesztus, amit ma gyakoroltam a demokratikus erők irányába, 2014-ben elmaradt, hiszen minden bizottságba delegáltak ők is egy-egy tagot. A képviselőtestület tagjai valamennyi többségi önkormányzati tulajdonú társaság esetében a felügyelő bizottsági tagokat visszahívták, és a már lemondott vagy a mostani döntéssel visszahívott tagok helyére új tagokat választottak. A képviselők döntöttek arról is, hogy 30%-kal mérséklik az illetményeket és a testület működési költségeit. A bizottsági tagok, mind a bizottság elnökei, mind az alpolgármesterek önmérsékletet tanúsítottak. Ezáltal mintegy 30%-kal tudtuk csökkenteni képviselőtestületünknek a működési költségeit. Nyilván ott egy olyan döntés is, amikor döntöttünk arról, hogy a polgármesteri jólétét szolgáló gépjárművet értékesítjük. Ebből adódóan sajnos múlt héten egy kedves fiatalember munkanélkül lett, tekintette, hogy a gépjárművet értékesítjük, személyes sofőrre sincs már ezek után szükségen. Ezzel és egyéb költségcsökkentési intézkedésekkel együtt több mint 10 millió forintot takarítanak meg éves szinten a dombóvári képviselőtestület tagjai. A testületi ülésen egyébként döntés született arról is, hogy megszüntetik a Dombóvár és környéke több célú társulást. Számomra nagyon fontos, amit mindig hirdettem kampányom során, hogy a járás települései, a 15 Dombóvárral az egész, több dolog köt minket össze, mint szét. Ennek a lehetőségeit szeretném megteremteni november 30-áig. A Csonka többszélű társulást szeretnénk megszüntetni,
és szeretnénk a járás szerves részévé válni, ami el is várható szerep egy járásközponttól. A leállított beruházásokról és azok esetleges folytatásának módjáról egy másik ülésen döntöttek. A polgármester azt mondja, a toppos és efopos támogatásból megvalósuló beruházásokat egy-két héten belül folytatják, és azok várhatólag még az idénbe is fejeződnek.